Bális Bence vagyok, szurkoljatok a magyar válogatottnak, és nézzétek az NSO TV-t. Nem a legjobb formánkat hoztuk erre a mérkőzésre, nem így terveztük ezt, egyáltalán tudtuk, hogy megvolt a lehetőségünk előrébb végezni a tabellán, és több bónuszpontot begyűjteni. Elég hullámzó volt a teljesítményünk az egész mérkőzés alatt, voltak jó perceink, de inkább több volt a rossz. Nem így terveztük ezt. Előre megbeszéltük, hogy úgy kell kimennünk, hogy mindent megteszünk a győzelemért. Sajnos ez ma nem így volt. Nagyon remélem, hogy össze tudjuk szedni magunkat. Egy holnapi pihenőnap után visszatérünk ide a pályára, és azon fogunk dolgozni egész héten, hogy a legjobb formánkat hozzuk a következő meccsekre. Volt 2-3 üres kapus helyzetünk, ami ugye nekünk nem ment be. Nekik meg volt konkrétan 2 vagy 3 ellentámadásuk, és ugye befejezték. Ezt nem nagyon tudom megmagyarázni, hogy mi történt. Lehet fáradtság, lehet egy kis koncentráció, de hát ezt egyszerűen nem tudom megmagyarázni, hogy üres kapuk nem mennek be. Egy lőtt góllal nem fogunk meccset nyerni, az biztos az elkövetkezendőkben, de ugyanígy a védekezésre is nagyon oda kell majd koncentrálnunk, hiszen ma is 4 gólt kaptunk, az utolsó az üres kapus gól volt, de hátul nagyon ki kell küszöbölni ezeket a hibákat, mert itt ebben a ligában ezt nagyon kihasználják, az összes kis apró hibát. És igen, azon fogunk dolgozni a következő edzéseken is, hogy a helyzet kihasználásunk sokkal-sokkal jobb legyen, mert nekünk is élnünk kell ezekkel a lehetőségekkel. Ha ők hibáznak, akkor nekünk az be kell lőnünk. Ez fog eredményre vezetni. A második harmadban sokkal több helyzetünk volt, és sőt, még a harmadik harmad ugye volt emberelőnyünk is ugye egyből, és ott is ugye volt egy üres kapus, ugye, amit kihagytunk. Szerintem egész közel volt ez a meccs, ez nem 4-1 meccs volt szerintem. Nem sikerült azt betartani, amit az edző kért tőlünk a meccs elején. Felhívta rá többször a figyelmünket, hogy tartsuk be azokat a taktikai utasításokat, amiket ő előírt nekünk, és a meccs előtt elmondta, sőt meccs közben is elmondta. Ez egyszerűen ma nem jött össze nekünk, hát nagyon sajnálom, de azon leszünk, hogy ezeket kijavítsuk.